Az MTV-ja és a Hagyományok Háza szakmai partnerével az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesülettel közösen negyedszerre hirdeti meg a Fölszállott a páva című népzenei és néptánc tehetségkutató versenyt. A 2016-os évadban ismét a gyermekeké a főszerep. A Jászság számos tehetséges gyermeknéptánc együttest nevelt ki az évek alatt, s nevel folyamatosan. Ilyen a Jászfényszarui Iglica gyermeknéptánc együttes is, akik idén először jelentkeztek a tehetségkutatóba, s egészen az elődöntőig meneteltek. Hát az ötlet már megfogalmazódott a gyerekek részéről is, szülők részéről is és részünkről is. Voltunk több fesztiválon, ügyesen szerepeltek a gyerekek, és ekkor jött az ötlet, hogy lehet, hogy meg kellene próbálni a pávát is. Szarvason voltunk a selejtezőn, és azt hiszem 61 pontot kaptunk, ha jól emlékszem. Utána volt egy zsűri összesítés, ahol megnézték a 60 pont felett teljesített produkciókat, és így válogatták be a csoportot a elődöntőkre. A szarvasi előválogató után a november 4-i élősóba a Vásárban, Jászságban című produkcióval készültek. A felkészülésben Szilágyi Zsolt és Újlaki Marianna segített az együttesnek. A zsűri majdnem maximális ponttal jutalmazta a Fényszarúi Gyerekek produkcióját. Az elérhető 60 pontból 55-öt szerzett az együttes. Ám sajnos ez is kevésnek bizonyult, ugyanis a táncegyüttes kategóriából a Mérai Cifra néptánc csoportot juttatta tovább a zsűri, illetve a két szabadkártyát két szólistának ajándékozta Sebő Ferenc. Sajnos nem jutottunk tovább, de én úgy gondolom, hogy ez egy örök élmény lesz a gyerekeknek, és ahogy hazafelé beszélgettünk, úgy gondolom, hogy ezzel csak tanultak, ezzel csak többek lettek, és hát itt látszik mögöttünk, hogy az élet nem áll meg, dolgozunk tovább. A táncosok rengeteg élménnyel és életre szóló emlékekkel tértek haza Budapestről. Nagyon jó volt ott az atmoszféra, találkoztunk emberekkel, akikkel a tábor alatt már megismerkedtünk, beszélgettünk velük, még több barátot szereztünk ott. Hát nekem nagyon nagy élmény volt, és kívánom mindenkinek, hogy egyszer legyen az életében egy ilyen élménye. Nekem nagyon élvezetes volt. Igaz, hogy kemények voltak a próbák, de nagyon jók voltak. Milyen volt az élő showban szerepelni? Gondolom, rengeteg emberrel találkoztatok, nagyon sok mindent láttatok, milyen élményekkel, tapasztalatokkal gazdagodtál te? Hát, sok barátot szereztünk, és nagyon izgalmas is volt. Kicsit idegesek voltunk, meg izgultunk, de nagyon jó volt. Bár a Jászfényszarúi Gyermeknéptánc együttes november 4-én búcsúzott a tehetségkutatótól, azonban még mindig van kinek szurkolni. Horváth Áron, városunk tehetséges cimbalmosa, szintén bejutott az elődöntőbe. Őt november 18-án este 19:30-tól láthatjuk a Duna Televízió műsorán.